родился в Москве. Но я ничего не помню о тех временах. Когда старый мир сгинул в пламени атомного пожара, я был совсем еще маленьким. Из 10 миллионов жителей Москвы спаслись только 40 тысяч. Среди них был и я. Выжившие укрылись на станциях московского метро. С тех пор прошло 20 лет. Но Земля так и не стала пригодной для обитания. Лишь немногие отваживаются подняться на поверхность. Метро стало нашим единственным домом, нашим последним пристанищем. В его туннелях властвуют кошмарные чудовища. Но станции мы превратили в крепости и держим оборону до последнего. До недавнего времени мы хранили надежду, что однажды сможем вернуться наверх. Но появилась новая страшная угроза, и само выживание человечества оказалось под вопросом. Nos, hát üdvözlöm a kedves nézőket! Mostani játékunk a Metro 2033, ez a 2010-es kiadás, ugyebár. Sajnos a Wing 11-el annyira nem kompatibilis, úgyhogy csodásan fönt megakadt a rész. Elvileg be ezt a részt, tehát tudjuk állítani. És állítás után azonnal rájön, aztán működik, hogy gépigénye a mai viszonylatban nulla, halmozottan nulla. Ugyebár az Epiken kaptuk a Redux verzióját, gondolkoztam, mert nem az Exodus, mert az már egy külön rész. Ugyebár mind a 2033-ból, mind a Last Light-ból, úgyhogy a sima ezen verzióra azért esett a választásom, mert nagyon azt mondják minden tesztben, hogy a Redux az bár szebb grafikailag egyes helyeken, animációk csökkentve vannak, és hiába jobb a bevilágítási rendszer, nincs, nem ennyire sötét. Ja, mondó vagyok, hogy kezdjük is egy új játékot. Igen. Normál, nehéz fokozaton fogunk menni. A közepes. Mindjárt itt mindig változik a karakterek dizájnja. Third Blue Ranger és Profi Ranger. Úgyhogy ne, azt nézd. Prológus. В туннеле становилось все холоднее. Мы с Мельником поднимались все ближе и ближе к поверхности. Через минуту мы должны были оказаться наверху, наедине с воющим ветром, наедине с чудовищами, наедине с самой судьбой. Я почти усеял. Хоссу утома végéhez közelede, de lesz elég bátorságom, kitartásom végigcsinálni. A hangot oroszra raktam, a felirat magyar, azt hiszem Last Propert munkája még, ezúton is köszönöm így a módba. Úgyhogy hadd szóljon. Hé, Artyom, akkor elhagyod az állomást, és gondoltad volna, hogy ilyen helyre kerülünk? Nem tudva, hogy a világ megmentésére sietünk, vagy egyenesen pokolba küldjük azt. Bár itt vagyunk mi, nézelődni tudunk ennyit. Mi moment. Ha? Hoppá, hoppá, tagadtak vagyunk, leszakadt alattunk a tomó, de elkapott a bástya. Чтобы подняться на поверхность, нам придется пробраться через башню. Артём, ezek vagyunk mi. Там что-то есть в соседней области. Itt csend, valami mocog a következő szobába, nyisd ki a kaput, én fedezlek. Jó. Ugyebár körbenézelődünk.
emlékszem. F a lámpa. E az interakció. Igen, továbbra is mondja, hogy nyissuk ki az ajtót. Azt hiszem a liftet hívtam most fel. Igen, meggyütt a lift. Nice. Hát le nem szeretnénk esni. Nem baj, elmondhatod ezt még párszor. Én akkor is körbe kukucsolok. Az egész játékban a lootolás a legjobb. Kapcsolatba léphetünk tárgyakkal. Igen. Открывай ворота, я прикрою. Nem éris, ne? A szék itt önálló életet élt. Tessék, ott van, foglalj helyet. Mi egyes grafikai bugok előfordulnak, ugyebár, hogy itt a fizika érdekesen viselkedik, de nézzük el neki régi játék. Hogy... De nem tudunk benézni, mi van ott? Egy gomb? Mindegy, ott láthatunk egy kapcsoló áramkört, ugyebár a leírását a motornak, ami itt van. Minden szar lerobban, ide használ a porta karta kapuk nyitásához. Ugyebár a gombot nyomtuk meg elsőre, nem nyílt ki. Most az ott villog jelezve, hogy ezzel kell operálni. Le is záródott. De nem csak ennyi kell hozzá, hanem nyomva kell tartani. Igen. Akkor így végre van zárva, és kontrollal googolunk. Nézd azokat a dobozokat, van bennük lőszer vagy első segélycsomag. Mindenképp, illetve körbe kukucsolunk. Nem ér is, ne? A lakatot nem lehet lelőni, meg sok értelme nincs is egyébként lelőni. Ó, ott van lőszer. Még a fegyvert cseréhez, meg a nyomva kell tartani a dehet. Most kivettünk lőszert belőle. Komolyan eljöttünk nulla lőszerrel. Az ilyen, és ha lecseréljük. Mondd meg ilyen. Na, ugyanazunk van, szóval tök mindegy. Az érdekes, hogy ott olyan kavics darabok vannak. Nézzünk itt körbe, ó, van itt még minden. Már is újra tudunk tölteni. Van itt még, ahonnan ez jött. Itt is van. Úgyhogy már is ott vagyunk lőszer. Hiány nélkül. Ott benn semmi. Kukucs. Jó, ugorjunk át. Ó, oh, yeah! Hatalmas ugrás. Ha leesnénk, akkor föl tudunk mászni. Éppen lemászunk. Oké. Felkapcsoljuk fel a sisakunkat. Nem néztük el egyébként, itt van lent gomba, szóval nem feltétlen egészséges az a hely, mert az ilyen mély megülős helyekbe oxigén hiány van. Néha az árnyék vicces. Shift-tel futunk. És irány felfelé. Hát én azért felfedezgetek. Lámpa nélkül ugyebár elég sötét a játék. De lámpával egész szépen látható mindenit. Szerintem azért, mert egy 14 éves játék egész szép a grafikai, szóval abban az időben is megütötte a szintet. Annyi is ki. Похоже, никого нет дома. Не забудь надеть противогаз перед выходом. Нет, фелинг, а фелсире вводи плагаз маскот. Газал арцот, гейва. Майна, мы отводим пора, я велю аду терем на нем, когда я скрикала торонь хоз. Окей. Úgy látom, mint nincs semmi iszpereg elrejtve. Úgyhogy ez a sorozat nem lesz rövidebb a játékkal, mert ha még minden is sikerül elsőre, akkor sem, akkor is a lootolás mindenhol számítani.
Sok helyen, főleg a felszínen szükségű lesz egy gázállarcra a túléléshez. Ha fulladozni kezdesz a gégomban veheted fel az állarcot, le akarod venni, tartsd nyomva a gégombot, a szűrő élettartamát az órádon tekintheted meg a T-vel. És rá is tekert, és ha nyomom a T-t, akkor ott látom az órát. Körülbelül 10 perc. Balgombbal tüzelünk. Azt simán mellé lőttem. Ez megvan. Azt hitted, hogy pedig dehogy. Ilyen túlméretes mutáns patkányok. Elég sok kell bele. Megsérülti használj első segélycsomagot. Illetve az lassan visszatöltődik, de a Q-val használsz csomagot. Ja. Nem segítek, ott bénázhatsz egy darabig, én körbe lútolok. Úgyhogy... Pucs. Na, már egy kis szűrő, itt 16 szűrő van, meg egy kis lőszer, bástyák egy kicsit megfagyott, mi is kezdünk be párásodni, hogyha annyira egy helyben lennénk, úgyhogy kicsit tudunk. Szézen át, nyomkodd az el. Húzzuk. Meg is van, el is estünk, nagyon ügyesek vagyunk. Oké, itt bármi extra, semmi, kint elég hideg van. Pedig még teljesen kint nem is vagyunk. Itt a célunk, azt mondja, de már kint vagyunk. Nukleáris tér, teli hold, Ulma, hallotok vétel. Tisztán érthetően hallak vétel. Soranynál vagyunk. Na hát a mi rádiónk is szól, mert duplán hallunk minden. Oké. Tehát itt a torony. Nyomjunk shiftet a futáshoz, azt hiszem, hogy kint semmi nincs, mert rohadt hangulatos az egész szisztema. Igen. Ott is jön. Meggyűjt. Igen. Animáció. Bástya nagyon ki van képedve. Jó magát látni, ezredes. Hallottátok ezt, figyeljétek, mi a pokol lehet ez. Éjjel látóval se lát a bástya. Alakítsatok kört. És ott a háttérben, ha nézitek, akkor látható, hogy jönnek. Nem kevesen. Igen. Nem kevés horda jön. Egy-kettőt már bebátorkodik. Te is itt vagány vagy. Nem lesz elég lőszerünk szerintem. Melyik nektek a front? Jó, a havert itt szarra lőttük. Te is itt pukkadj meg. Tripszelt rumpli, le is ütöttek. Démonok, ugyebár a repkedő denevérek, amit mutánsok. Igen, adott repked. Simán felborította a kocsit rá a társunkra. És el is kapott egy. 8 nappal korábban.
Szóval a játék 8 nap nyersemény. Это наш дом. A lélek sosem volt könnyű a dolgutakban, de mi mégis otthonos. Otthonnak éreztük. Igaz, nyújtott a mindennapi rutin, ugyanazon az embereket látni, nap mint nap. De amióta a mutánstámadás felkezdődtek, félelem uralkodott el az állomások. Épp csak betartottam a 26, és legmerészebb álmaimban sem gondoltam volna, hogy azután a reggel után, amikor a nevelőapám barátja, vadász, megérkezik a torlathoz, mi vár még rá. Úgyhogy tovább is nyomjuk, nem hallgatjuk az orosz feliratot annyit, a szöveget annyira. That's it, a new day. Nem ugorjuk át a jelenetet. És ez itt egy fénykép. Szép éles kép. Ha nem lenne ennyire statikus, nem mondanád meg, hogy fénykép. Ott is különböző fényképek. Velencéről, a világ különböző pontjairól. Na? Artyom! Artyom, látom, végre felébredtél. Vadász már úton van, ide talán szolgál némi hírrel a többi állomás helyzetéről. Gyere vele! Valaki nagyon orkol. Még egy csecsemő, meg egy nő sír. Villanyt lehagyjuk magunk után. Gitár. Különböző képek. Itt vannak, amivel kezdtük. Ezen a összecsukott hát, kanapé, autóbusz, metró hátsó ülés sor. Fene tudja. Azon fekszünk, a lámpákat leoltjuk, ne pazaroljunk feleslegesen. Úgyhogy... itt egy régi metró térkép. Gyerünk, Artyom, azt mondja. Hát valami nagyon világít. Minden kezdtünk, erre felett csak hangokat hallunk. Itt vannak beszélgetők, sajnos nincs minden feliratozva. Nem nyitunk be. Hello Artyom, köszöntünk ő. Hát sokan sírnak, valószínűleg sokan elvesztették a szeretüket így a estéről reggelre, vagy reggelről estére. Mennyi az idő? Nem tudjuk megnézni. De azt mindjárt meg is látjuk a sztoriból. Állomás nem bír ki mások támadást, tennünk kell valamit, mondja a bástya. Mit tehetnénk még? Egy mérges. Szerintem egy orvos. Úgy látszik, mindenhonnan ki vagyunk zárva. Ne zavarjuk, gondolom. Ugyebár ez így pluszba megadja az orosz szinkrona feelinget a játéknak, mert Oroszországban játszódik. Ez egész sztori orosz, ugyebár egy könyvsorozat alapján. Hello, Artyom. Újabb járőr támadtak meg, ugye a kórház is már dugig van. Hát igen, kiderült, hogy sokan nincsenek. Sokan akarják elhagyni az állomást. Te vagy az. Szemice. Все под контролем. Проходите, товарищ Сухой. Здорово, Артём. Üdv, Artyom. Mi vagyunk, Artyom? Hát várnak, hogy ide bejussanak. Давай, Артём, не задерживай. Menjünk tovább. Bármi extra, itt semmi. Emberek látni akarják a rokonaikat. Az van kint. Как раненые.
Hol vannak a sebesültek? Nem nagy előre lépés, kettő ma reggel halt meg. Feketék nem szemből-szemből ölnek, de károsíték az áldozat agyát, pedig előbb a palálhoz vezet. Mi történik? De szenved a másik, meg szerintem már kiszenvedett ott mellette. Oké. Te mondasz-e bármit? Mikor lesz vége, nem bírom már tovább, mondja az öreg. Ha beleképzelitek magatokat a helyzetbe, akkor semmi jó. És... hát a bástya megmakkant. És meg mindegyik máshogy van, szóval nincs két ugyanolyan. Próbál levegőt venni. Lacs. Hol láttam, hogy a szeme fehérje? Nem, még négy. Jó. Nem mogu. Dobráca. Olyan, mint hogyha paralita fertőzésük lenne. Нет, проваливайте, не трожьте меня. Angolul se lenne sokkal jobb, így megadja magát, hogy a vajákos asszony vagy a fia. Lehet választani. Hát, nem kapcsoljuk le rájuk a villany, de... de mondjuk úgy, hogy nem éppen a leghigiénikusabb helyen van, egy csomó alkohol. Nyilván ezek sebben lének, ha jobban tetszik. Igen. Ki a fene lehet az? A vadászat. Mutánsok nem kopognak először, nyissátok ki azt az átkozott kaput. Segetít nekünk ezerre. Üdv a kiállításon. Kösz, mozdárd be a kaput. Rég nem találkoztunk, vadász. Jó, Alex, akivel ott van, mi Artyom. Nagyon csak vadász Niki, kint a világban manapság. Nem csak a legtöbb ira kiállításra járja, és hogy érőt akarok, hogy az alagutak ki. Garázdálkodnak. Találkoztam egy kereskedő, aki képes a tárol New York City-re, egyből te falat jutott eszembe. Igen, kapott egy egyet, nem a átlagos mutánsok, valami másokkal rosszabb. Milyen pokol? Feketék akár, mint hogy legyenek az én rendem mondás. A szerint, ha ellenséges, megölöd. Beatoló piadó fős előtt az aknába fentről jönnek be. Elkezd hiányzott. Kirill, beri своих, закрывай туннель. Хан Саныч, мы остаемся в этом зале. Согласен. Артем, бери оружие. Hát hárman el is futnak. Fogjuk a fegyverünket. Hol? Артем, хватай пушку. Oké. Különböző fegyvertípusok közti váltáshoz használod 1, 2, 3, 4 és 5 gombokat, vagy használod a gergörgőt és a balegér gombot a kiválasztáshoz. Egy kés mindig nálad van, használd, ha kifogytál a lőszerből. Черт, где же они вылезут? Они придут сюда. Больница рядом. Megérzik a vérszagát, a kórház az oka. Igen. Bármi extra loot itt. Na már jönnek is. Gondolom innen jönnek be. Aha. Szerintem skriptelve van. Direkt világítok, hogy lássunk is valamit. Azt nem mondta, hogy mögöttem is bejöttök. Nem. Jó. Csodásan néztek ki, bástya.
Az ott maradt a fellődőbe. Ott van még egy. Azt mindenki adta. Oké. Kapta. Mellébástja, mellébástja, fő. De persze, ugorj be a pofámba. Na? Én meghalt. Na, ne hiszem, profi lő célba. Megkaptuk a jutalmat. Nem nagyon lőttünk mellé. Jelenet. Nincs egy fekete sem köztük, csak a szokásos alagút szemét. Még ha nem is látod őket, a feketék ott vannak, félelem ad a fegyverük, az üldözés az emberevőkön keresztül az alagútakon akár a patkányokat. Feketék nem egyszerű mutánsok, ők a Homo novus, az evolúció következő lépcsőfoka. Hallottál-e már a túlélés? Törvényéről mi vesztettük? Mi történt veled, Alex? Mit ti mentettek? Én birkák a vágóhídra, én foggal körömmel ragaszkodok a megmaradt életemhez, és magammal viszek jó pár Homo novuszt a pokolba. Pedig én egyik feladta a másik, nem? Azt hiszed, csak a régi vanyungat Westernből léptél elő. Nézd, csak megvadás, tíz harcban esetkezett, tartom a testük, romongodja, de elméjük is. Fekete zekkel pusztítanak a külső előörsöt. Aha, elterelő hadművelet volt akkor itt. Mert ugye bármi ezekkel foglalkoztunk, ez be a főtámadás elő volt. Nem tudom, miért visszhangzunk amúgy. Hát ő a volt, nincs üzemmódban van már. Ezek tudja, mi történik odakint a határatokon túl, fel kell derítenem a terepet, figyelj ide jól, Artyom. Ha nem térnek vissza reggelig, menj a polisz állomásra és keres egy Miller nevű férfit. Mesélj el neki, mi történt velem és mi kavarog a vadnyugat és a nyugati alagutakba. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Mutasd meg ezt Millernek, így tudni fogja, hogy én küldtelek, mindent rád bízok, Artyom. Ne hagyd cserbe. Na hát emberünk tovább is megy, a jó nagy ellátmányt ott hagyja. Ha túl akarjuk tenni ezt a veszélyforrás sikkel is, azt nem szemét az áldozatot, kiég tahnikertve vagyok. Egy több cédulával küld el minket. Másnap reggel gondolom nem értelik meg a vadász. Első fejezet, kezdődjön az utazás. A vadász nem tért vissza. Nem volt könnyű kifogást találni az állomás elhagyása és elutalni poliszba, de a szavamat adtam. Megtudtam, hogy egy karaván másnap Riga felé indul és őröket keresnek. Feliratkoztam az utazásra. Bár pár kivételt eltekintve, az egész játék a metró alagutakba játszódik, ahol nem csak a szörnyek az ellenségeink, hanem a többi ember is. Végre, nem sérted el, most rendben van, kapta a szerső, hogy menj a peronra, már rád várnak ránk, ott találkozunk. Éj, Artyom, ne felejtsük semmit. Elég Homály Gyuri vagy, Bástya, meg nem keltünk föl. Kiktöröljük a csipát a szemünkből. Pár töltény. Épp most szereztél pár katonai töltény. Minőségük és megállító erejük miatt ezek az apokalipszis előtti időkből származó lőszerek magas értékkel bírnak. A katonai töltények valutaként szolgálnak a boltokban, ahol fegyvereket és tárgyakat vehetsz értük, emellett több lőszerre is beválthatod őket. A ritkes értékes katonai töltényeket a régies kinézetükről és fényes fémborításról ismered fel. Hát ott a képen egy 5.45-ös van. Kaliber. Az a kis szuper mappácskánk. Igen. Ha eltévedtél vagy nem tudod mi a feladatod, az M gombbal előveheted a naplót. Igen, irányításunk most már van. És dacit M. Balegér gomba használod az öngyújtót, meg a jobbegér gomba tekinthetsz meg a naplót. Az iránytű mutatja a helyes irányt. Mert ott van rajta egy iránytű, az mutatja, hogy merre menjél. Ezáltal ha nem tudod a világodat, innentől kezdve tudni fogod. Jobb gombbal látod a dolgot, juss el poliszba, ott keresd meg egy Miller nevű Ranger, mesélj a kiállításon uralkodó állapotokról. Ugyebár ez a megálló, ahova itt vagyunk most, ez a metróállomás, ezt hívják kiállításnak, az a neve.
és Karaván szerez felszerelést az állomás fegyverraktárából. Jobb gombot nyomva, megnyomva kibe kapcsolgathatjuk ezt a dolgot. Bal gombbal relatív az Infinity öngyújtónk van. Itt ezt abba hagyja, széljebb húzza a kezét, mert ott gondolom valamit nem akar megégetni. Úgyhogy emmel rakjuk el, meg hozzuk ezt vissza. Ebből a fejlámpánkat kapcsoljuk, amire nem is emlékszem itt a könyv amúgy, hogy mennyi ideig használható a fejlámpa. Az óránkon majd látni fogunk egy időzítőt, de azt sem tudom, hogy ehhez van-e köze. Illetve van egy kézi áramfejlesztőnk. Igen. Ez itt egy régi rádió. Ne pazaroljuk az energiát. Villanyokat eloltjuk. Igen, annak ott van már a jele, jó, előbb még nem volt. Illetve azt nézem meg most, hogy a mélységélességet ki tudjuk-e kapcsolni, mert engem az nagyon zavar. Fejlett mélységélesség, off. Mert ha minden igaz, így a teljes mélységélesség ki van kapcsolva. Jó. Sajnos csak DirectX 10-ig tud a játék, úgyhogy a fölött nem enged. Ugyebár a Redux ennyivel jobb, azt mondom, már 12-et is tud. Jó, elviekben most akkor nincs mélységélesség, így, így jobb lesz a fókuszunk. Előbb is az ember azért volt annyira homályos, mert hiába vagyunk csipásak és fölkeltünk, attól még mélységélesség miatt eltűnt a fejem, mert máshol volt a fókusz. Semmi. Van egy bőrkabát és beszélget a gyerekével. Nem vagyok feltétlen. Meggyőzve rajta, hogy itt olyan nagy tisztaság uralkodik. De ez mi? Ez valami lentermesztett gombaszerűség, amit ezt meg szerintem, az él meg itt ebbe a metró alagutakba. Igen. Na, meg van néhány hús is. Gondolom pár dögből, bár az ott nagyon disznó formájú, mert csak félbe van vágva. Igen, így látjuk, hova kell mennünk. Arra. Ha értenénk a szöveget, akkor hatalmas lórokról és a semmiről beszéléseket is megtudnánk. Ott van valami töltött káposztaszerűség. Mert körbenézni, mert itt is most találtunk egy kis lootot. Még gondolom, hogy ne zavarjuk. Ez egyértelműen elküld minket oda, ahova nem valók vagyunk. Igen. Na, innen kezdtünk. Hát neked kéne feliratozódva lennie, de ezek szerint nem fontos, de nem akar arra engedni minket bármi miatt, úgyhogy tényleg erre kell mennünk, ott is ott a nyíl. Itt is itt a nyíl. Ott is ott a nyíl. Úgyhogy ezeket az irányokat követjük. Hát nem biztos, hogy itt át akarunk menni, ha a takarító nőbe, csak söprögesz. Ja. A végén meggyilkol. Hát ráléptünk a frissen felmosott helyre. Elkövetjük a legnagyobb szentségtörést. Maga az egész terület baromi jól van felépítve. Távol arra blökött. Pástját nagyon süti a nap, azt el kell rejtőznie. Господи, за что это нам? Ну скажи, что с ним
все будет хорошо. Костя, ну что ты сидишь? Павик, я говорю, что ты пишешь? Анангацто. Анангацто, льем. Где эти чертовы деньги? Jó, a metró teljes területén megtalálhatók a kereskedőpultok, ahol fegyvereket és más tárgyakat lehetsz, katonai 5.45-ös kaliberű történyeket, amiket valutaként használnak. Ezeket a robbanás előtt készítették, tiszták és csillogó felettük durva és kevésbé hatékony, durva lőszerekhez képest, amiket a metró lakosai kovácsolnak. Kereskedő pultoknál lőszercserés működik, ahol a katonai történyeket nagy mennyiségű durva lőszerre cserélheted. Én... Hát a gyerekek mindenhol megtalálják a játszással lehetőséget. Oké, revolver meghosszabbított cső. 33-ba kerülne. 13-ig van, szóval... És 47-et érne amúgy a... fegyverünk. Most bal fel látszik. Hangtompító segítségével csendbe gyilkolsz, csökkent a lövés erejét. Hattyú hangtompítóval. Hangtompító használ, de lecsökkented esélyt, hogy tüzeléskor észrevesznek. Nyilván ez egy oldaltáras fegyver, amin a minden egyes lövésre egy inkább átmegy az egész szeretet. A tártartó, a magazin más néven. Úgyhogy katonai első segélycsomag, hol van együnk. Egyébként azért vicces, mert előbb vettünk föl ilyet. Nem adunk el és nem veszünk semmit, de megmutattad, hogy ilyen is működik. Hát az a disznó egy kicsit zöld. Vagy épp sárga. Jó, ti nem hagytatok itt nekem egy gram lőszert. Rengeteg lőszert lehet találni egyébként út közben. Körbenézeget, meg egyes karakterekkel enged dumálni, akkor simán összeszedsz egy raklap manit. Úgy látszik, nem ízlik a kajcsi nektek, pedig szerintem egész jó. Táblát úgy fogjuk, mint a Postal 2-ben a petíciós táblá. Kár volt felkelteni. Te itt. Katonai történjeket cserepultok, ha másfajta lőszeret cserélheted. A fényest gagyira. Oké. 13 speckó lőszerünk van. 10-et ér 1. Ja nem, 10 simáért kapunk 1-et, vagy 5-öt kapunk 1-ért. 1 a 2 arányába cserél ez a póni. Ebből van 27-ünk. A 44-esből, azaz van a durva verzió a nagy kaliberhez. És van a kis kaliberhez a sima, amivel megint csak rendelkezünk, szóval nem feltétlenül éri meg ezt csereberélgetni. Na de húzzunk tovább. Valahol lesz egy lore egyébként. Új. Jól látom, hogy ki van szakadva, faszolva a ruhája, de azért egy zöld valamivel le barta, sállal. Oké, hol a felszerzett, menj a fegyverraktárba és szerepkezd föl. Jó, nem csak én használok folyamatosan lámpát ezek szerint, más is. Jó, erre mi van? Semmi. Az is duplán, az ott van valami, de el van zárva. Jó, megyünk a fegyverraktárba. Balra. Nagyon jó az iránytű egyébként. Vannak sajnos ilyen kisebb elmosódások, de ezekkel nem kell foglalkozni. Fegyvert kell rendben, lássuk csak. 5.45-ös kaliberű gépkisztély a fegyverraktárban készült, alacsony pontosságú és piszkosú forrósodik, ezért is hívják patyú fegyvernek. Igen, ez az oldaltáras. Na mást adsz, vagy egyesével kell elkérnem tőled. Köszönöm. Rövid sorozatokról operálni, azt nem szolgáltam, hogy lőszere 3
49-es felfogló automata fegyver katonai lőszert is tölthetsz, tartsd lenyomod R gombot a lőszertípusok közti váltásod. A katonai történet sokkal nagyobb a sebezni, sokanak a metróban kézzel készült lőszerek, hanem a gondold meg jól a katonai történeteket használva szinte a pénzzel dobálódol. Jó, simán lőszereket elrakjuk. Univerzális történet, hogy lemerüljön az elem. Ez az, amit mondtam. Ilyen kézzel pumpálós gerjesztős tomó. Gázállás, ha lett fel az utatba egy rádióaktív terület, Isten kegyelmezzen felmész a felszínre. De fényre van szükséged a fejlámpádból, akkor valamit csináljál, mert nem tudtam elolvasni. Katonai első csomag a biztonság kedvéért. Kis dobozka, meg még öt gázállarc volt, az ott szép fegyver, azt kérem, azt, arra mutat a nyíl. Nem adod oda? Akkor ne add oda, sunyi. Tessék a felszerző barátom, nyugodtan köpöbb a fegyvert lőtére. Ne felejtsd a használni az iránytűt a naplóba. Az ott jó sok lőszer. Rádió mögött ez erre elmegy. De hogy hallom, hogy zenét hallgat, nem adást. Úgyhogy... lőtéren azt hiszem nem kerül a lőszerpénzbe. Az egy baba. Jó sok lőszer történet van elhagyva. Ú, de nagyot mellé hord. Oda céloztam középre a 10-esre így, és oda föllőttünk a 9-es szélébe. Na? Igen, ha túl gyorsan akarok lőni, akkor nagyon mellé lövünk. Amúgy meg fontos tud lenni. Vagy nem. Mint láttátok, ez nem fogyasztotta a szemlőszert. Annak lerobbantottuk a fejét. Van ott minden is, amire lőhetünk. Igen, reload. És ennél pedig betárazunk. Igen. Órát megnézve, ott látjuk, hogy ketyereg az idő. És egyébként a valós időt mutogatja, mert 1 óra 16 van, 17 most már. Szóval valós időt mutatja a játék az órán. Erre akartam nyomni, nem tét. Jó, betáradva legyünk. Ha minden igaz, betáradva is maradunk. És a csodás kis késünk néz, hogy csillog rajta a fény. Azt kapta halt. Minek volt ilyen placsanó hangja, he? Na mindegy. El is raktuk a fegyvereket, mert itt ki már nem használható. És tovább megyünk a kis térképünkkel. Ide be. Мы доживем до того дня, когда снова сможем жить наверху. И эти же адомани, уйдешь, мы едем к фэлсингеру. Нам кай висадни, но. Шанки, шамми, шахол. Так. Окей. О, привет. Ну чё, как? Эй, мало видео рок дали к нам, мэнне. Ну. Кавес, мавес. Издире. Машик. Гитарозик. Hát csak ide azt a lőszert, az plusz 5 bástya, hát gazdag leszek. Vagy nem. Ez itt szerintem gomba. Nagyon jól nézel ki, bástya. Pucira vertek, vagy amúgy sokat ittál, vagy csak mi? That's it, this nice. Na, az ott. A sok gombától már elkorcsosulva vonaglik. Gendacit állomás.
насчет помочь Рапсиле? Да ладно, забей. Шутка. На фитюгейт пойдем. Артем, где рида? Мозгаш. Давай, блин, быстрее. Ну, создал самый популярный. На, атенгет. Честь имею. Алло, Соболь, индулатум. Ну что, готов выдвигаться? Ó, még választásunk van. Szerintem egy másik állomáson van vicc, mert sose játszottam még végig ezt a játékot, de nem rossz. Igen, menjünk. Tehát itt animáció. A lámpát se tudjuk kikapcsolni. Kérd az ülés Artyom, te pedig Anguin, ülj ide. Megvan a felszerelés, indulhatunk. Régában mentek, ja. Felszálltok én is? Persze, de semmi sincs, így néha neked is hajtanod kell. Oda bekerült a daruval a cucc. És ott jönnek a gyalogosak, kísérők. Minden rendben, sok szerencsét a dipmaradóknak, természetesen nekünk is. Gyerünk, azt mondja, készen állsz végre, hogy máshol legyél. Végre szabadon, most legalábbis az utazás tart, mókás lesz, vagy veszélyes, még jobb, nem? Nem se bár. Üldözés. Hát én már mindent elmond nekünk ez. Először hagytam el az otthonomot szolgáló állomást, nyugtani, tehát, hogy nem mondhatom el a nevelőapámnak az igazságot. Nem térek vissza egy bőrigából, de a vadász bízott bennem. Ködbe jutok. Közben ugye bár adott szakasz neve, vagy mondhatni fejezet neve, lebuktatja a részt, mert hát üldözés. Vagy mit jelent? Minket üldöznek, vagy mi üldözünk, de nagy eséllyel minket fognak üldözni. Ez még mindig hajt ez erre. Szóval hova valós vagy Riga, felvásárolj az árukat. Régebben gyakran jártam a polizba, de mostani jókora szerencsére van szükség az odajutáshoz. Rissza adai menetle, hanzai menetlevélre. Akinek nincsen pénze ilyenre, vagy nincs lehetősége a karavánnal utazni, Hanza behálódta az egész metrót, akkor azok úgy gyalogolnak. Kívülállók nem igen fogadnak be. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Петь? Péter, mi újság? Katonai karavan elengedt Alexeyben, alagút omlott be, vagy mi a szar, szervizalagutat kell használni, ami elkerül Alexeyben. Alexeyevsz kaját. Ó, bassza meg, de utálom azt az alagutat. Igen, már is szupererős lámpánk. És ki a kaput, nincs értelmét vesztegelni az idők végeztéig. Mi a baj az alagúttal? Hát egy átlagos alagút nincs olyan jó kivágítva. Talán múlt hónapban jártam, most egyszerűen nem tetszik ennyi. Hazudol? Vagy nem hazudol? Jobbra megyünk? Gondolom. Finautót hajtunk és fel vagyunk fegyverkedő, úgyhogy szerintem épp szükségben odaérünk. Már egyből kaptunk egy fegyverhetőséget. Én is vegyek fegyvert elő. Nincs betárazva. Fenébe, de fáj a fejem. Segítesz hajtani, előbb odaérünk. Rendben, nekünk segítsünk, mert gyorsabban haladunk, de figyelj hátul, amit Artyom. De erre figyeljek előre, ott mennek dögök. Jobb félelmetes, mikor ilyen közelbe ólálkodnak. Mik ezek a fekete árny? Ezek szellemalakok, he.
И как? Ты что? Алло, не слышишь, Ширна? Как они плачут? Kiket ért a szők alatt, miről beszélsz, mi a fenémről, hogy ablatjod Boris, Boris, Boris. Mi történik velem? Bal fejem, Artyom, mi az? Igen, ugrunk egy teret. És ilyenkor jönnek a kérdőjelek, hogy most vad de krumpli van. Артём, ide! Túl akarjuk jönni, a veszélyforrás ki kell iktatom, a kerülni és bármit is el kell pusztítani. Igen, ott jön. Látsz itt egy fekete? Igen. Látszik tufó. Látszik szupermutás. Ő egy Protoss, nem? Az hátba lőtte. Látszik látomás, közben megvakulunk a fehértől. Kiébredünk fel először, és gurul a gyárgány. Igen. Mindenki bealudt. Hé, hey, Bástya, ébredjé! Mi a pokol folyik itt? Igen. Felébredni emberek, ébredjetek az Isten szerelmére. Igen, nagyon nem jó. Ott jönnek? Jönnek hát. Úgy. Nem ugrálunk ide, sisztó van Bástya. Igen. Nyomkod de. Hiába nyomkodom a de-t. Vagy nem. Az lelőtte plusz izé. Fogd a sörötes puskám, tessék. Kösz. Ha be lenne törte, jó lenne. Azt elvitte, hát akkor ő vele már nem játszunk. De mit vagánykodsz itt mellettem? Hát azért bátor tett volt, Bástya. Na. Menj meg, Artyom, nincs is itt, ne sírjál. Előről csak nem jöttök. Szkotta. Forrolj a lőszerre, kösz. Hát egy elaludt, a másikat elvitték. Kapta. Öf. Van még a kettő kell belé. Ha előről ne jöjjenek, ajánlom. Kapta. Kapta. Mi a történt? Kérdezi. Ah, hányat lőjek beléd, Bástya? Kaptunk egy állást. Igen. Na, fölkelünk, vagy mi lesz? Elmenekül, elbújtunk, ezek meg itt nagyon jönnek, de csak ennyi? Igen, kaptuk egy sollert. Bárki onnan. Persze, hogy jön. Hát gondolom akkor... Nem egy hátrány, ha elmenekülünk. Oké. Pusztulj. Életbe van, gyere ide kategória. Na várjatok már meg Bástya. Nagyon nincs lőszerünk. Meg vagyunk, de hányan vagyunk? Pusztulj kategória. Oké, bent vagyunk itt a túloldal. Lángszóró. Meleg volt, kell egy ital. Az új emberünk minusz. Ő már többet nem fog itt vagánykodni.
Nice. Бурбом. На моём пути. Паригаломаш чека дальше мегало вот лутадашмом. De a karaván nem ment tovább. Így miért elváltunk volna egymástól, megünnepeltük a túlélésünket. A vodka nem folytotta belém a félelmet, hogy a utat poliszba egyedül kell megtennem. Ekkor azonban még nem tudtam, hogy váratlan és hírhet társat sodor mellém a sors. Egyébként a vadászt követjük, vagy legalábbis annak az utasításai. Volt itt egy bástya, aki jó jelölt lett volna, hogy velünk legyen, elvitték. Volt egy karaván, ami nem megy tovább, és most kapunk egy bourbon. Oké. Dusty, hogy már? Rendben, fiúk, ígyünk a barátunk Artyom megésővét, keresztül vág minden el, legyen akár szörnyeteg vagy anomália Artyomra. Igen, egészségedre azt mondja, igyel. Oké, az egy kicsit fális késéssel fogott be, de megvan. Ördög és pokol, ha nem lettél volna Artyom szádára bort, volna minket akár a káposztát. Megérdemes egy kitüntetés, vagy legalábbis némi lőszer, tessék, vedd el. Igen, irányítás, élem! Nem lehet elvenni még egy ivás, hát szerintem a csávó az bűvésznek készült, szájjal fogja a poharat. Oké. Tényleg immunis vagy arra a szarra? Örömlány. Első pocsfalék leköti a lábarat, ő kössön le a lábunkról, nem? Oké, ígyünk a szerencsénkre és rád, Artyom. Egészségedre. Újabb ivás. Nem emlékszem rá, hogy ilyen bug lett volna egyébként a játékban, hogy el így csinálná, úgyhogy az valószínűleg a Vintillen egy inkompatibilitás a lévek alatt. Senki se bírja a vodkát, mi? Na, vége a napnak. Na végre irányítás, add csak ide azt a lőszert. 36 kaptunk, hallod? Nem kevés, kérlek szépen, nem kevés. Csak baromi gazdagok lettük. Egészségedre azt mondja, az a bögre pedig gyakorol az új számra. Nem baj, azt a sotit be kéne nyúlni. Oké, nektek van késetek, meg levesetek, meg gyertya mindenhol. Sajnál van egy jó kis huló. Nem engedi elvenni. Hoppa, egy kis lőszer. Plusz egy. Ugyebár leginkább ilyenkor a értéklőszer számít. A fényes. Csáó, bástya. Nagyon menő sityakod van. Nem adod nekem? Muka vagy te. Jó. Jaj, nem. Nem fizetünk azért, hogy számot váltsunk. Azt nem tudom elnyomni? Nem tudom elnyomni. Jó, akkor ez fog szólni, egészségetekre. Igen, valakik ott mászkálnak alattunk. Ott látom a bástyát lent. Ő a pincerém. Igazság szerint keresek itt egy költényen kívül egy szöveget. Na, valahol itt az alagútban van egy lore, és azt hiszem az elsőbe is lett volna egy lore, csak azt elhagytuk. Nem fedeztem föl elég jól. Metrológok. Tudunk ugrálni, de sok értelme nincs, mert ahol le van zárva, oda nem lehet. Na, nem tudom a sotidat elvenni? Nem tudom a sotidat elvenni. Jó, mutatja, hogy arra. Egyébként... Beállítások, irányítás, billentyűzet, leltár, napló, igen, idő, játék, használ le, igen, itt se nem van, itt se nem van. Igen. Bár ha nem világítunk, fel akarjuk olvasni, akkor jó oldat is amó hozzá. Folytassuk az utunkat politba kategória. Nem, én a naplót keresem, hogy... ami a sztorikat írja lefele. Akkor lehet, hogy az még arrább van. Oké, feladatunk arra menni. Mire beengedsz? Nem enged be, de azért van egy gránát a
oldalán. Kisgyerek. Te vagy Artyom? Nézd, Petri, várjad a Fekete utcában. Nagy darab és félelmetes, és a szaga sem valami jó. Egy történjére elvezetek oda. Nem. Nem keresem meg, jó? Látsz itt a béka. Egész korrekt ismerős példány. Ne nyafogjál ott, gyere! Нет, серьезно. Я говорю, что это маску вам. Что ты ожидаешь услышать от рядового солдата на этой станции? Маска, дисней фарм. Привет, это наш сталкерешек. Тут не района, бомжа. Гляди в оба, а то обчистят. Egy a kisgyerek, hogy mégiscsak elvegyezessük, de Elkó, gondolom, már kettőt fog kérni érte. Semmi. Igen, semmi. De le tudunk sétálni. Ezek ilyen alvófülkék a nyomor negyed részen. Bárcsia nagyon el van. Nem kell, neked piára kell csak úgy, hogy nem adunk. Igen, itt van két ágy, azt ennyi. Szóval nagyjából a disznóketrecek vannak átalakítva arra, hogy jó legyen. Igen. Egy kis történy még. Keres alá. Bástya ott építik ezerrel a disznai farmot. Hát hiás tudsz. El itt. Üres! Így meglepő módon felirat. Uriasz. Ebből is látszik, hogy nagyon amcsik készítették a játékot. Na és itt. Itt hova lyukadunk ki. Aha. Itt mint egy ilyen titokos hely lenne. Oda még nem tudunk bemenni. Vagy majd csak a küldjön ebbe az irányba. Ja, azt hiszem csak a küldjön ebbe az irányba. Hát azt mondom, eltévedtem, az jó. Jó, hát szerencsére az iránytű kivezet. A túloldalt mi van? Te vagy Artyom, ne? Hűlj le ide. Te ki vagy? Bár ide vezet a nyíl. Hát nézzünk körbe bármi loot után. Nagyon gusta készül. Na még kétszer mondd el. Plusz egy történy. Na, én oda be akarok menni. Nem lehet láthatatlan fal. Hülyek lehet, de csak oda enged leülni. Jó, csücs. Mindenkit bőrbőnnek hív, figyelj, el kell jutnom a száraz állomásra, némi üzlet elintélése véget, de ez a patkánylukat lezárták. Én azonban is, aki tárcsuk kiáratot, az úgynevezett elátkozott tárgyárat, a helyek túlságosan félnek használni, de úgy hallottam, az a szar az. Alagutakban nem hat rád, szóval ha segített nekem eljutni szárazba, neked adom az alkámat, megérkeztünk, megegyeztünk, nagyszerű. Engem? Itt van némi előleg, ha esetleg fel akarnál szerelkezni. Na hát, ne, akkor megsporoltunk egyet egyből. Készen állok el. Készen állok, menjünk. Вшей кормить можно в любых местах.
Igen. Azt ott. Hadd ide. Tíz. Nem vagy valami bőkelő. Ott jól ittik, azt kell mondjam. Nézd meg, ott égetik a RTX 60-70-et. Így is nagyon hangulatos, de ha fényt kapcsolunk, úgy is nagyon hangulatos. Na hát nem került pénzbe az, hogy eljöttünk ide. Ugyebár vannak archívmentek, jó része már megvan, úgyhogy itt az első 3 vagy 4 fejezetben nem fogok az archívmentekkel foglalkozni, mert azok már megvannak. 10 pár év alatt. Hogy jó, mennyi tovább, Bástya. Egész konkrétan. Vladimirski Central, Véter Severny, etapom is Tveri, Zla Nemirena. Innen. 2019, 2014, 2012. december 31. Úgyhogy van egy csomó archivment, ugyebár hogy jöjjél meg ennyi vagy annyi vagy amannyi illetőt. Ezek maguktól jönni fognak, szóval ha csak nem állsz rá valamire konkrétan, hogy valamelyik archivmentet kimaxoljuk, akkor úgy sorra fogja adni. Amúgy. Valamit még hiányolok itt, de szerintem majd akkor a storyline-okra visszatérünk majd egy másik végigjátszásnál. Mert még egyetlen egy storyt sem találtam, és tudtam, hogy ugyanúgy benne van a sima játékban, és nem csak a kiegészítőben. Mármint a újra gondolt verzióban. És hát akkor erre jövünk, akkor előbb, ahol mondtam, hogy érdekes a útirány. Ugyanúgy nincs semmi a lootokban, úgyhogy ez a része nem változott. Nem ér is, ne? Úgyhogy haladjunk is tovább, hogy a sztorinak is legyen értelme, már egy órája nyomatjuk. De van értelme begugolni? De se tudunk menni, jó? Akkor Básti ezt félretolta. És innen jövünk. Elveszett alagutak. Nice. Amint beléptünk Bourbonnal az elhagyatott alagutakba, elmerengtem, talán hiba volt, megbíznom benne, azonban az állomás kapu zárva voltak, és ki tudja, mikor lehet volna újabb esélyem elhagyni Rigát. Nem is tudom hirtelen, hogy melyik területre tartunk. Ugyebár, mint itt a térképen látjuk a felső részen, hogy onnan indultunk. Elhagytunk egy állomást, mert ott nem tudtunk bemenni. Majd ugyebár Rigába jutottunk. Rigából meg tovább kell haladnunk Polis fele. Úgyhogy, de az nem tudom, hogy hol lesz. Úgyhogy Nice. Nagyszerű, kiszabadultunk, tartsd nyitva a szemed, mert a vége a sinautózásnak, sok kényelmes, kemény fickó halt meg ezekbe a járatunkba, de figyelünk egymásra, oda fogunk érni. Hozzáértél egy szellemhez és meghaltál, hagyd égve a lámpádat és tisztes, tartsd tisztes távolságot. Aha. Oké. Szóval, hogyha hozzáérünk egy szellem alakhoz, fény nélkül, akkor megmakkanunk. Nice. Tegnap, mikor kipróbáltam, hogy hogy fut a gépen ez a játék, ugyebár nem a gépigény nincs meg, hanem hogy Windows 11. Itt, ahol most jövünk majd, ezt a szakaszt vittem át. Hát, mondjuk úgy, hogy kíváncsi leszek most, hogy találkozok megint avval a érdekes anomáliával. Tudod, valaki emleget, mert csuklok. Lát, akkor mehetünk tovább. Ugyebár itt nem tudnánk átmenni, de kiugrunk, úgyhogy ennyi. A lámpánk az kell mindenképp. Magányos leselkedő, ritkán támadnak. Ránk csapatba közlekedő emberkkel, azonban ha egyedül vagy, vigyázz a seggedre. Azt teszem, reloadolunk. Azt hiszem a T-t tartom nyomva, nem? Hát. Erre. Nem. Gyorsan visszaváltjuk, mert ezt a lőszert nem piszkáljuk.
Oké. Nem. Vettük. Akkor megnézzük, mert már elfelejtettem, hogy mi a lámpa. Mozgás. Nem. Feltár. F. Igen, lefelé tartjuk nyomva, és akkor felpumpáljuk itt ezt a comót, hogy legyen fényünk. Hát a látszik is, hogy sokkal jobb lesz a lámpánk. Nem csak úgy leszünk. Úgy haladhatunk is tovább. Itt egy bástya. Elvesszük, ami nála van. Futunk. Furcsa hangok, vagy a földötti magából hangokat, vagy a szél, de hallottam már éneklő csöveklülést. Azt mesélik, hogy idég figyelik őket az ember, hogy a holtak hangját is megérteted. Ekkora marhaság. Jó? Ha nem mondasz semmit? Erre benél. Igen. Kettő mínusz. Tegnap volt egy megjegyzése Durbannek, hogy vannak itt ebbe az alagútba, de nem akar, ahogy észrevegyenek. Nem felszedjük, amit kell. Miért is ne. És itt tegnap avval a lendülettel estem ebbe bele, és haltam meg. Mert ügyes voltam. Nem vettem észre a lyukat a földön. Van itt egy pár alagút. Ki tudja, hogy mi lehet benne. Valószínűleg ezeken közlekednek ezek a lóképességűek. Én már tudtam erről a kettőről, hogy itt lesz. Fölvettünk itt sok mindent. És ez itt egy másfajta fegyver. De most nem cseréljük le. Elvesszük, amik ott vannak még. Ajándék. Itt is egy lyuk. Azt hiszem, itt más már nincs. Hogy felupgrade-eljük a tomót. És mehetünk is vissza. Ezek a szépségek. A baj, fény nélkül nagyon nem látszanak. Bár elkorcsosult patkányok a farkuk alapján, de lehet sok minden más is. Oké. Folytassuk az utunkat. De más itt nem van. Igen, ez is szépen szanaszéjjel törik, ha neki megyünk. Igen, futási van, menjünk. Patkányok. De egy metróba. Ikonikus, Magyarországon is láthatunk ilyeneket. Oké. Igen, itt van egy hulla, azt is kifosszuk. Más nincs, de ide be lehet Google-val jönni. Kicsább a karavajonosok, mint halott, ismerem ezt a módszert, banditák voltak, pedig a Hanza mennyire verte a mellét, hogy mindenki ittől megszabadult. Aha, szarnyítva a szemed, nem fognak egyszerűen átengedni. Igen, úgyhogy itt be is került egy jó sötétbe. Jövünk. Riasztó rendszer ősi, de meglepős hatékony, hogy észrevétlenül szeretne belopódni a négy dobozokhoz, mondja Urban nekünk. Surranó. Igen, nézzünk, van itt loot.
van. Nem tudom, hogy a nyílhegyek most mire lesz jók. Még egy kis lőszer. De másik nincs. Ide is be tudunk jönni, de itt semmi van. Hallunk egy kis zörgés, de kb. Ennyi. Hogy csak csövek között itt ki lehet jönni. Erre meg egy zsákutca van, azt hiszem. Pontosan. Láthatatlan fal nem is enged tovább. Ugolva se. Így csak a hangulatkeltés véget vannak ezek így megcsinálva már, de oda nincs érdemben semmi. Itt a riasztó rendszer, amiről szó volt, hogy ne érjünk hozzá. Hogy kerüljük el. Tényleg egyébként jó, mert az állatok ezt nem figyelik. Te под ноги смотри, тебя любой шум выдаст. Hát ő még világítunk. Hopp, egy botlók, ha egyszerűen megszabadulhatsz így a vaktól, és a fene gyerekektől, tudod mi a teendő, sok lút villong, hogy néhány csapdát hatása nincs, ha szóvatosan került ki a csapdát, kerül közel az élesztő szerkezeted, és E-gombot nyom meg. Tegnap nekem az nem sikerült. Elvettük a kis kést, a lámpát tudnánk visszakapcsolni, még egy kis lút, és egy kis lút. De miért is ne? Itt is egy kis lút. Nyílhegyek meg minden földi jó. Hatalmas figyelem fölkeltő hang. Itt a botlóakna. Átugorjuk. Itt nincs semmi. Követjük ezt a comót. Egy egylövetű fegyver van itt. Na, azt hatással nyitottuk, kivettük belőle a lőszert, ezáltal ha valaki ott jön, mint látszik párszor hatásos volt, most nem lesz az. Hogy más lúk nincs. De nézzünk be. Rendet vendégénk, akkor a bújj a sarokba és figyelj. De bújjunk. Figyeljük Bourbon bácsit. Lófüttyöt nem látunk a sötét véget, de... Valaki nagyon jól érti magát. Én tegnap öt lelőttem, meg volt az eredménye. Majdnem szitával lőttek. Vedd fel a kés trófeának és kövess. Elveszük a lőszert. Kés-kés, barikádot, hangok kisnek közelebb kell jutni, megszabadulsz a dörgyárattal? Igen, tegnap ő nem jött ki, mert hogy én itt gyilkoláztam. Bástya. Na, te, ne legyél ma ilyen vagány, hogy ilyen közel jössz. Na, ilyenben nem futottam bele tegnap. Kukucs, erről jössz. Te itt Bourbon sokra mész nekem, hogy itt el vagy. Fény elárul, szóval... Ajánlott erre figyelni. Ő nagyon néz. Mert nem minden esetben van célkereszt. Éppen messziről leszeregetjük őket. Nem ér is, ne? Nekik ott a fény, nekünk nincs. Ergo ők csak tippelnek, hogy mi itt vagyunk. Kukucs, látlak, bástya. Ez egy gránát volt, baffa meg. Ránk hajtottak egy gránátot.
Окей. Лінкапшотинок тюнд. Рельсом тебя по черепу. Не угаснет. Окей. Адреналин фрэччет. Nem vagány kocsit nekem. Pusztulj már meg úgy. Te is. Újra törtünk. Igen, ez Soti. Betöltjük itt a két oldalt. Revolver. Nem lövöldözünk, simajunk. Soti volt, baffa meg. A kukucs, hol vagy? Onnan jössz, vagy balrábról? Balrábról, de nagyon szépen teli lőtt. Reload. Ki tudja, hogy ez a két gulyó plutba jól jön-e. Kukucs. Nem haltál meg, ahogy látom. Töltsünk életet megint. Kicsit ügyesebbnek kéne lenni. Reload. Azt talált. Egyik irányba. Na, nem most tölts újra. Jó, hogy tikkadjál meg. Red lámpa a csuklódon azt érzi, mennyire vagy látható. Próbálj meg árnyékban maradni, a T-gombbal tekinteted meg az érzékelőt. Jó, hát akkor folytassuk újra. Ennél ügyesebben kell. Слушай, может это тени мертвых? Такое бывает. Tudják, hogy itt vagyunk, azért sárga, a zöld, hogy nem látszunk. Kucs. Kettő már mínusz. Ő meg itt bujkál. Pusztulj, pusztulj. Pusztulj. Na, pusztulj. Biztonságban vagyunk, ott látszik is a csuklónkon, akkor az a zöld ikon. Ez akkor ezt jelzi, hogy fedezékben vagyunk. Mi lenne, ha túloldalról lopakodnánk? Igen. Ha valaki Sotival nagyot ide durrantott, akkor a Sotis bástyával vigyázni kell szerintem. Ez a világát nem tudta. Na gyertek csak ide, kukucs. Ott vagy. Pusztulj már meg, hát mennyit lövök beléd. Majdnem. Itt szólnál egy gránátot, bástya. Egy darab van belőle az a baj, mert dobókés. Simánkés, tehát itt revolver. De honnan lőttél ilyet rám? Nem Simon jutod össze magad? Honnan? Na jó, töltsünk. Pusztuljatok már meg! Na jó, 4-es, 3-as, 4-es, Roti, Reload,
úgy. Nem biztos, hogy talált. Szerintem inkább a nem talált. Kukucs. Ezt hátulról kapta. Vissza bal gomb, jobb gomb. Pusztulj már meg. Megint betört, mert lehet, hogy néha kettő lövés kell. Ezt se használt. Olyan bástya, soti álló vagy? Akkor leszedünk így. Igen. Meg jön utánam. Ja, akkor le van szedve mindenki. Igen, szeretni fogni, lett volna itt egy gránát elénk. Lőszert mindenkitől begyűjtünk, ha már itt harcoltunk. Adott egy. Kocsi rész, arra megyünk majd tovább. Mert akkor nézzünk körbe. Elvégben túlélő már nincs. Na és tegnap ez a fegyver volt, amelyik itt szépen bebagolt nekem. Azt most kicserélem. És írja is, hogy megtártad az áramfegyvert. Elektromágneses töltés, tűzgolyók hasonló támadásra rendelkezik, mi rendkívül nagy sebességgel lő ki. Légmeghajtású fegyverek, hasonló az áramfegyvert is kézzel kell felpumpálni a kilövéshez. Úgyhogy azt mondtam neki, hogy nem cserélünk. És ott is van a bug. Nekem tetszik. Úgyhogy... igen. Szóval van ilyen. Ez nem baj. Ez itt hatalmas jelzőrendszer. Lőszert begyűjtjük. Reload. Minden fegyveren. Oké. Hang alapján valaki még dumál a túloldal, de mindegy. Mindent is begyűjtünk. Így lett még egy kis élettöltőnk. Még több gránát. Oké. Még egy kis lőszer. Hogy legyen elég. Azt nem mondta, hogy valami kárbagolt és még itt van. Igen, hang alapján. Иди посмотри, кто там. Мы поддержим огнём. Túloldalt vannak. Ну давай хоть камень, ножницы, бумага скинемся кому идти. Вы трусливая сволочь. Пицца. Не умашит, нич. Слышь, там кто-то шарится. Аминдан газ, ők voltak, akiket. Elsőször belezőztünk. A gránátról dumálnak valamit. Ennél még volt lőszer. Ennél már nincs. Ennél sincs semmi. Neki megyünk. Tök jó hangja van. Igen, egy ilyen kincocsi van ott. Meg csodásan néz ki továbbra is. Mondjuk úgy, hogy kaja akar lenni, azért akar beugrálni oda nagyon. És tegnap bántam is, hogy nem vettem fel ezt a jelenetet, mondom, bemutattam volna most, de sikerült reprodukálni, úgyhogy de nem múlik. Jó, ezt pumpáljuk föl. Így. És ki?
Кукуч. Bástya telélőtt minket, de csoti állók vagyunk, mert túléltük. Kukucs. Ezek nem nyithatóak. Kukucs. Biztos, hogy vannak, mondom. Az megmakkant. Másik nincs. Bárben is utánunk jött, úgyhogy szabadrablás van. Nála nincs semmi, pedig szerintem őt mi lőttük meg, bár fene tudja. Onnan is kivesszük a lőszert, nála semmi. Ú, azt torkon kaptuk rendesen. Látszik cső. Lőszer. Érdekesen halt meg itt. Oldalán egy csípőnél egy folyónyom. Errefele bármi, vagy csak leesne. Ezt kapcsoltuk le a túloldalról. Oké. Okay. Szóval azon átnyújtunk és kikapcsoltuk a lámpát. Az úgy csecse. Tegnap itt is volt a sarokban egy bástya, de szerintem akkor csak annyi, hogy itt halt meg valaki akkor. Arra fele. Ideig voltam tegnap, hogy innentől most új lesz. Kucs. Animáció vagy töltés. A híd. Van itt a vízót, véres csatánk véget ért. Mutánsok és szörnyetekekre számítottam, de néhány fajtásom tört még az életemre, miért Polit... Hány fajtásom tört még az életemre, miért Politba érnék? Megy a kérdés. Hát elé is mondtam, hogy itt nem csak a szörnyek a ellenségek, hanem az emberek is. A híd igen kellemetlen hely, egy szóval a terv a következő. Én fedezlek téged, te pedig engem. Össze dolgozunk, sikerülni fog, de ne játszd a hőskölyök, nincs kedvem ma megöletni magam. Még nincs. Szóval innen jövünk, erre vissza már nem tudunk menni. Belementél a riasztóba, ilyen ügyes voltál? Lőszer. Ez itt a lámpa. Igen, ez az alagút világítása. Érdekes. Gázmaszk, de szerintem ez azért nem vehető föl, mert fullon vagyunk. Gázál arcot gyorsan. Hát, fölveszünk, de nem múlik. Időzítő elindult. Hangulatos, hogy meg van sérülve és kopva a gázál arcunk, egyébként repett. Meg talán egy akna darab? Így se engedi ezt fölvenni? Nem? Mert ez a kapcsolót állítgatná. Vagy csak jelzi, hogy gázállart kell. Hát te mit keresel ott lenn? Zöld vagy, úgyhogy te velem vagy. Igen. Más itt nem van. Lokvéres történt. Igen, oda átugrunk. Le. Itt lent ugyebár gőzölög a minden. Gyertek, csak itt vagyok, kurvák. Te kire lősz? Nice. Viszont mivel időbe telik a a cumó, és már csak 5 percünk van, lehetne ártana sietni. Sajnos náluk nincs semmi. Csecse.
errefele elfutva semmi. Te, egy bástya akart ide jönni. Jó sok lőszer kéne bele. Metró. Mögöttünk senki. Most kérdés, hogy azzal mi lett ott, mert simán teszik bele. Már lehet megölte. Hát egy tárat már beleengedtünk. Na, ez mi volt? Jó, hogy te világítasz rám, oké. Haladjunk. Lőszer, Artő, csendet, Hanza, katonai sinautó, banditek után kutatnak. Hát kapásból akkor ne világítsál szerintem. Oké. Rendben, már elmentek, haladjunk. Jó, hogy te itt lementél? Oké. Hogy értelmetlen itt körbenézni? Jó, ő pusztít itt mindenkit. Jó, de jó, hogy te belemászol a pofámba. Te is. Na, hány óráig töltesz újra bástya? Kettő pónival kevesebb. Egyet fölfele. Csodásan néztek ki még mindig. Fölment vagy lejött vagy mi van? Micsoda egy út volt? Hát te már ott vagy, én még nem. Hogy várjál meg bástyát. Éppen nagyon szusz magunk. Nem mondod, hogy te ide bementél. Kukucs. Az ülőlapokat elvitték. És igen, egy ilyenünk volt az ágy. Egész konkrétan egy ilyen. Kukucs, hát ott nem akarok leesni. Várj tovább. Tagadtak vagyunk, becsapódtunk. Ennél egy kis lőszert elvesztük, igazi kis PUBG sisakja van. Jó, az megmakkantva. Az is. Nem vagyok róla meggyőzve egyébként, hogy simán hagyhatnánk mindent rájuk. Na, még egy kis loot. Bástyának leszették az arcát. Ja, ha túl sokat vagyunk egy helyben, szerintem akkor spamnolnak befele ezek a lóképességűek. Meglepve minket, hogy akkor pusztújtó üzemmód van. Jó. Itt egy kis loot. Kukucs, oda benne nem tudunk menni. Semmi. Átjutottunk a hídon elvégbe. Egy omlás a picsába, a lépcső sorra milyen kényelmes megoldás, de úgy, törbe csalnak minket, baszta meg, nem érdekel, menjünk. Mondja. Hát akkor menjünk a lépcsőn. Na, hang alapján itt, mintha sokan lennének. Szerintem haladjunk. Ott ilyen, mondom én. Fortosan földre. Mert mit csinálsz? Most hova tűntél? Nincs lőszerem, bassza meg. Átugrottuk.
És úgy kellek titeket, ha minden igaz. Kis késsel lerambózzak, hát szórakozzatok itt velem, hát. Mi az, hogy nincs lőszerem? Erre megyünk. Arra megyünk. Jó, hogy itt hagytál, pusztulhatva. Elveszett katakombák. Már közel járunk a piac állomáshoz, de Bourbon figyelmeztetett, hogy útunk a tárthalad az elveszett katakombákon. Köszi. Most föl tudunk tankolni? Ez gyere? Emberünk meg nem lenne elég, most itt ragadtunk egy kibaszott temetőbe, és látjunk, kutasd át a holtestébe, és megpróbálom kijutatni magunkat innen. Jó, kösz. Mindenképp átkutatok mindenkit, mert no have lőszer, mert úgy véletlen elfogyta magát. Na. Itt a képzelet. Képzelgés. Miről arról volt, hogy ez ránk nem hat. Dehogy nem hat. Itt a lékes bizonyíték rá, hogy hat. Isten verte úcska, vagy gyerünk, nyímek, jártam, érzem, hogy valami nincs rendben ezzel a helyen, ne feledd megállapodni, számítok, tehát kölyök. Igen. Igen, ellök minket ez a hely innen. Merünk kedves, megígértem neked édes visszajövök hozzád, és bezsírozlak, meg lefestelek. Nem így barom lassan nyílik. Na, nincs sok lőszerünk. Igen, megint csak. Igen, és úr, nem hallak, igen, igen, mindig. Én igen, boldog vagyok, énekelj, pompás énekelj, még énekelj csak nekem. Igen, itt animációba átmegyünk. Gyere csak velem, Bástya, gyere! Hoppi van, gyere! Hopp, hopp, hopp! Gyere, cicc! Át a túloldalra, és megfog minket egy szürke, és áthúz. Mi a pokol történt az öböltem, te is hallottad az énekemet, brrr, az ellenségemnek se kívánnám. Artyom, te слышал это? Igen. Akkor te, hogy behalúzol, amikor gond van. Mi nem. És már le vagyunk merülve, vágod? Gyorsabban töltöttem, hogyha nem világítunk. Ne felejtsd, hogy levenem gázállatot, felhagytad a veszélyes területet. Remélem, itt már levehetem. Csá, Bástya, át tudsz jönni? Csodásan néztek ki. Remélem, oldalról ti találtok ide egy átutat, és akkor megszivattok. Közben nézzünk a lábunk elé is, mert könnyen megszívhatjuk. Te itt fölmentél, vagy mi van? Nem, van valami Bástya. Hopp! Hopp! Kis lőszer. Sosem jön rosszul. Tetszik Magnum, nem kell. Ne leszakadt az út mögülünk? Nem hallottam zuhanást. Hoppá! Ezt úgy hívják, hogy egyirányú út. Tartsd be, hogy néhány jelenség éjjelátóval is rendelkezik. A ty, pacáncsik, zsössé, csim kázsössze. Молодца. Ладно. Kis-kés. Gyere. Gyere. Szép kardozlak. Téged is. Nem mertek közel jönni. Mi? A kis-kés a legnagyobb power. Jó, hát akkor az esetben... Igen, az ott mögöttünk leszakadt. Szóval akkor az a Bástya ott marad, mert az egy csapda. Már leszakadt ez félig, hallod? Még vissza se tudnánk jönni. Az komoly. Valakinek nagyon hülye bélrendszere van. Hm.
Hát ha utánunk jön, akkor megöljük. Ha nem jön utánunk, nem öljük meg. Kukucs, te nálad valami jó lút? Itt a piac, marad nyugton, bőrben bácsi benyújtat minket. De te hol vagy, amúgy? Mert itt hagytál már megint, mint a borsó. És hát aki ne hagyjátok a két láb testvéreitek, itt hal, ostob a halál. Ja, hogy te ott vagy? Tudás vagy. El fog minket halni. Na? Azt meg kitoztatok magam, hogy felmérő ember Simon nyitott a sin autót, megmentjük a seggüket. Csalottál. Tartsd ki, szerencse a mi oldalunkon áll. Na? Ott jön az első. Igen. Igen, szép partoltak titeket a késemmel. Na, az ott nyílik. Gyere, Báske, gyere! Hát szép kámehámézlak! Te is kapsz. Kis késem van ijegyének. This is the Black Power F fegyver. Rúgjuk szét pár ormányos segget. Igen. Jó sotid van, Báske, milyen szép sorozatot le tudsz vele lőni. Az úgy defense, hogy nyomtam egy R-betűt a késre, hogy újra töltsük. Igen. Sin autóval egyik másik oldal kategória, azt lehet itt kámehámézni vele. Mutassátok magatokat, itt vagyunk. Na, meg is van a bejutás. Állna szemem, csalabb öreg bőrben barátom, te vagy az, már feladtam a reményt, hogy valósértben látlak. Simon, nézd csak, kit kergettek ide ezek a szörny pofák. Isten verje meg minden szarba belépünk. Én, Mihálics, micsoda véletlen épp hozzád indultam látogatóba. Hallottátok ezt, fiúk? Vegyétek el az ünnepi terjéteket, bőrben jön látogatóba. Azt ünnepi tarakíték. Van egy befejezetet, ügyünk, de utána visszatérünk hozzád. Emlékszel még rám? Hol kell rám várni? Nincs lőszerünk. De majd veszünk, mert a másik fajtából van. Na? Bejutunk? Be. Az itt is hagynak. És ezek meg onnan lentről jöttek, szóval őket nem nagyon hagyja meg az a szagot. Hogy nincsen levegő ott. Egy állat átrohannak ezerrel. A piac. Sosem láttam még ehhez hasonló piacot, szinte bármit megvehettél, de bőrben pénzzel tartozott a hazai őröknek, én pedig alig vártam, hogy távozhassunk. Nice. Azonnal tegyétek el a fegyvereiteket. Ki vagy, gyere a fény felé, lassan-lassan. Átkozott legyek bőrben, hé fiúk, jobb hátkodjuk ezt a két jó madarat. Ó, de részeges elúttal mit cipesz, és kicsoda a fiú. Nézd le fölünk, biztos meg tudunk elindítani valahogy. Persze, menjünk és beszélgessünk egy kicsit, te pedig tarzsolj a szemed ezen a fickón. Előbb még gyerek voltunk, most már fickók lettünk. Nem mozdulj. Dehogy nem, hülye vagy. Egy pont itt fogok neked átcsorogni, mi? Jó. Pusztuljatok hadba. Állj egyenesen hozzád beszélni. Biztos, hogy nem. Hagyjál békén. Engedjék ki fele, míg szépen vagyok, mert előkapom a kést, azt összekardozva. Na, nem akarsz átengedni? Ijegyjél. Rendben, ez a kettő bemelt, üdv a piacra. Hát, hogy nézel ki? Counter-Strike-ból szabadultál? Szeretném, hogy élvenni kis vendégszeretetünket.
Следи за языком. Где засада? Nem illik a másik arcába belevakozni, he? Na jó, itt bármi lút nálatok, semmi. Persze sétálját rajta, mit se vagyok. Jókor a szarba vagyunk, esetén kikütni a technesin autós fickókat. Na, egy kis lút. Igen. Ott is bújik egy. Érdemes, mint mondtam, mindent végignézni, mert nagyon gyorsan gazdaggá teszed magad az ilyen 1-es-2-es találatokból. Azt utána meg azt látod, hogy kell lőszer, akkor veszel. Bár elvileg azt is eleget lehet találni, úgyhogy... Ha csak nem csinálsz valami ostobaságot, akkor no hell, itt egy pottyantó. Konkrétan. Hogy miért is ne. Mindjárt ha eltévednénk, akkor simán meg lehet odni. Hazzában nem mehetünk, figyelj, van itt pár történy, vegyél magadnak szűrőt, rendben, támad egy ötletet. Na, még kaptunk 15-öt. Mert 139-ek van. Megyik beszek egy bizonyos személyet, találkozhatunk a bárba, vagy én is megkereshetlek. És akkor indulás, körülbelül van 5 percet. Nem tudunk órát nézni, úgyhogy mindegy. Volt egy argument az előzőben egyébként, amikor a gyerek kérte az egy történt azért, hogy elvezesse a börtönhöz minket. Ha azt megadjuk, akkor az van, hogy kapunk érte egy argumentet. Hogy a léhes gyereken segítünk. Na, hát tudsz itt forogni, de nem engedsz be? Nem? Hát akkor ne engedj be. Na, akkor itt jöttem vásárolni. Ide engedsz ma még, vagy itt felállod az utat órátig? Na. Akkor nem vásárlunk, te nálad, nem vásárlunk, te nálad se vásárlunk, tőletek bármit csorni. Semmi. Föltölteni is lehet a fényünket, mert ilyenkor nem merül, illetve a lőtér, itt is van egy. Magán a lőtéren se kerül lőszerbe azt, hogy gyakorolsz. Mert hopp, egyet elcsortunk a részektől. Is van egy. Ez farakod nincsen, hát török szaladj elértük. Ha itt vagy a bárba, hát mennék elértük, hogyha tudnám hova kell. Hogy a map meg azt mondja. Erre. Oké. Okay. És akkor... Erre tovább jövünk. Oké, okay, ennek csak a játék egyharmada, ha minden igaz. Балалайка. Мама мне деньги не дает. Расскажи бесплатно, а? Пожалуйста. Тиснай лапаязда, микозба отван эйлю верзиуба. Если дети убегают от родителей, их находят. Окей. Варнабор кухонных надлежит. Ну, РФ-товап, шинауту. Лица, ой, латом, это моторош верзиу. Két személyes. Oké. Okay. Itt tudunk venni. Mint akarunk venni? Csoti lőszer. Magnum lőszer. Van, nem tudom melyik belőszer. És ebből kell pár darab. Mondjuk egy képtán. Ez ugyebár 20-ba került. Nyil az nem kell. Roti lőszer. Nem kell. Oké. Okay. Terbusz. Jöttem vásárolni, mit adsz el és mit nem. Nálad milyen fegyverek vannak?
Revolver, karabély, tussal, teljesen elszabott revolver, mely karabélyként viselkedik, magas pontosság és alacsony visszarúgás jellemzi. Jó sokért. Nem tudom, szerintem fegyvert egyelőre nem cserélünk. Hangtompítós revolver, hát annak is sok értelme van. Hát nem akarom. Nálad viszont kellene sok minden. Ilyen nem kell, olyan se kell. Amolyan se kell. Hogy nem látjuk, hogy ebből mennyik van, úgyhogy eladni se tudunk. És szűrő a gázál archoz kell, csak nem tudom, hogy miért, miközben elvégben van nálunk. Úgyhogy kötelezően kell egyet venni. Az, hogy eladva. De ahogy vettük, jó. Első segélycsomag 4, ebből meg 13 van, mi az, hogy nincsen nálunk? Jó, hát valószínűleg a játék ilyenkor hívja fel a figyelmet arra, hogy póni vagy. Valami gránátból, aztán ebből van is 4-ünk. Első segélycsomagból is van 4, legyen 6. Nem lehet 6-5 a maximum, nem enged többet venni, hiába nyomkodom a bal gombot. Jó, mehetünk vissza. Más van egy. Ő itt nem van. Ő se nem van itt. Autós, abroncsos kocsi. Ütközővel egy főre, motoros. Elég érdekesen ki van centítva az a rész, de azt így elkapja a lábadat, aztán visítva ordítasz, hogy letépte. Még akkor ez is csak egy személyes. Jó, menjünk vissza Bourbonhoz. Egyébként angolul is értelmes a játék amúgy, mert hallott, hogy mi van, bár itt nagy hangzavar. De így az eredeti orosz szinkronnal szerintem magasan ver minden. Na itt is van a bástya. De most megegyeztem, hogy itteni fickóval igaz, hogy kapni seggfej, de nincs mit tenni. Nagyszerű, induljunk, úgy hiszem már ismerd az utat. Hogy ismernénk az utat. Jó, hát frissítve van a mapunk, így továbbra is látok mindent. Jó dolog a láng. Láng. Most már átengednek. Mintha nem tudnák. Igen. Fidesz ki és tűnés innen. Már fizettem már. Nekem nem fizettél, de ha nem akarsz átmenni. Kicsi a bőröm volt üzletelni veled. Állunk a tűzön, az senkit nem zavar. Rendben, rendben, csak vicceltem. Készüljetek, nyílik a kapu. Biztos benne parancs, mindenki a helyére. Fenébe, de utálom ezt. Jó fegyverre föl. Újra tárazunk. Lehet, hogy kellett volna még lőszer. És kimegyünk. Tisztának tűnünk, gyerünk, azt mondja. Kösz. Vegyük fel a gázálarcot szerintem. Urban, várj. Elkapni őket. Mozgás kölyök. Hát itt valami sértés történt, nem feltétlen akarták, hogy itt kijöjjünk szerintem. Halott város. Amikor kiléptünk Moszkva romjai közé, egyszerre törzsem a félelem és a szomorúság, de egy föld alatt töltött élet után elvarázsolt a sötét ég és a kagyott táj furcsa szépsége. Nos, ez lenne a halott város, mormogta Bourbon. Üdv itthon, Antoni. Artyom. Добро пожаловать домой. Na. Én már felvettem, úgyhogy előre látó voltam. Legyél nagyon óvatos, mondja. Föl tudjuk tölteni? Föl kell tölteni, mert ezek szerint minden tapasznál nulláról indul.
Itt pedig egy boldog lakost láthatunk. A kerek azok az őrült ördögök szinte minden nap feljönnek a felszínre ócskaságokért. Lőszer és egyéb bármi után kutatnak. Néha találhat csontáfagyott tetemeket is, akár rongyos hoemberek. Azt keresed, de a lúd itt van mellette. Vizsgáld át tüzetesen a szobát, talán rábukkansz egy újabb elrejtett készletre. Gyakran építenek felszín rejtekét a biztonság kedvéért. Szóval nézz alaposan szét, és nem kell aggódni a szűrők és lőszerek mennyisége miatt. Pontosan. Na csak mi a dáj szűrő, ez még jól jöhet. Szóval akkor azt te nyúlod le, jól van. Nem van 13, úgyhogy nagyon nem hat meg. Köszönöm, barátom, mondja. Na, hol tesznek? Itt van még egy stalker. Illetve egy fegyvere, amit nem akarok fölvenni, mert... Kinyílt valamelyik? Ezekben bármi apró. Lőszer, egyebek. Sehol semmi. Jó. Figyeljünk azért a lábunk alá is, mert bármi lehet. Na, itt egy szűrőkapásból. Három, bocsánat. Lőszere már nem van volt. Hogy a stalkerek, ugyebár ezek a veszélyjáró kalandorok. Ugyebár, akik megadott helyre, ahova címszóval a civil nem berezkedik csak úgy, azt vizslatják. Igen. Ez szép volt. Nobel csontit érte. Na jó, akkor töltsük fel a lámpánkat megint. Nagyon óvatos leszek. Avval a lendülettel sétáltam bele a csapdába. Jó, nekem a lőszeret kell. Oké, okay, azt az a gázállartot fogod magadévá tenni, de nem baj. Igen, ott. Botlóakna. És ott a csapda. Igen, ezt nem is tudom, honnan tudnánk hatástalanítani, csak beaktiváljuk és eljövünk. Egyszerű, de gyorsan ölőcomó. Ide nem tudunk bemenni. Erre fele volt egy comó. Három gázállat. Csak hogy nicce-mice legyen. Mert úgy kell azt szépen csinálnia. Errefele egy kis lőszer. Méghozzá fizetőeszköz lőszer 2. Itt semmi nem van. Oké. Az időt nézve még van időnk, ugyebár ott látszik az új szűrőnk, az még 10 percig jó, mert a kis sárga a visszaszámláló, miközben amúgy délután mindjárt 3 óra van. Cirka 2,5 órája megy a felvétel, amiből ugyebár a játékidő kevesebb, de ez nem veszel a délvezeti értékéből. Az egész hely nyomasztó. Így most már be tudunk menni oda is, ahova előbb nem. Illetve... láthatóak vagyunk ott a tép szerint. Tézd, gyerünk, nem megyek még.
körbe akarok menni ott, ahol a csapda volt. De mit csinálsz, hülye vagy? Elkerülünk a légaknát, ahonnan le tudjuk a szárad állomásra, ott külön várnak útjaink, te pedig megkapod a dákámat, hogy ígértem. Jó, nem érdekel a dákád, engem a csapdás hely érdekel, ahol előbb megszívtam. Nem ez. Sem ez. Na, hol van annak az ajtaja, ami ott vár. Várjál ott sokáig. Ez. Ez, igen. Jó, itt át lehetett ugrani. Nézzük, hogy föl tudunk menni. Ijesztegesség. A hang nagyon adja magát. Ez egy zsírúj maszk. Igen, ez máshol törött. Ahol egy csomó lőszer meg minden földi jó. Akkor rilódolunk, mert a bástyát elrohant egyébként. Ami nem azt jelenti, hogy nem jön vissza. Oké. Szerintem el se lövünk odáig. De előttük odáig. Oké. Ott a repkedő, azt hívták démonoknak ugyebár. Nem ér is, ne? Hol nem is van? Van. Szóval az ilyen leugrás nem volt jó ötlet. De nem baj. Na nézzük. Igen. Éledjél újra fele, ne hallok, hogy rejtőzz, elköljök, azt mondja. Arra, hogy rejtve nyílt telepen tegezett ürtök, ez már be a legközelebbi részbe. Egyes szerint démonok, de én kurváimnak hívom őket. Ver, hol repked? Igen. Oké, okay. Szóval ez a halott város, üdv otthon, Artyom. Ugorj és elkaplak, hát higgyek én neked? Igen. Ezt hívom, mint Isten verte szerencsének. Hát kurva szerencsések voltunk, bástya. Körbe kell menned, Artyom, ne légy a pocsolyákba, sugárfertőzést kapd meg, ilyesmi, látod azt a kapus épületet? Az az úti célod, hol a kapu? Fellőző udvarában, mely szárad állomásra vezet, megvárlak az épületben, van egy ranger búvóhely az emeleten, siess és ne legyél a sárga, ne legyél a sárga hóból, ha-ha-ha. Jó? De én ide föl akarnák ugrani, de ezek szerint nem. Akkor merre menjek? Erre menjek. Jó van, túl gondoltam. Naplóban van az iránytűm. Ali adja magát, hogy erre. Én nehéz légzés gyakorlatokat végzünk. Kár volt megbízni a bástyában, nem akart kifizetni minket, azért is küld külön. Nagyon fosik avval a dalkájával, de hát... rá fog ő krumpliskodni. Nem ér is, ne. Maga az egész város dizájnja baromi jó, pedig meg csak egy szeletét láttuk.
Igen. Rommá fagyott poroltó. Csomó pástjelőszer. Kávégépből se fogunk már cappuccinót inni, az biztos. Lehet, hogy majd újra fog kellene játszani. A játékot, ugyanis a... Elem van, akkor mit villogol, ne villogolja. A... Lord üzeneteket hiányolom. Pusztulj már meg, hát meddig lövök belétte. Ne szórakozunk már veled, beléd ment 18 lőszer. Hát te csúnyább vagy, mint a lentiek. Mert a bástya oda becsúszott. Nem biztos, hogy nem. Valami... Csapda esetlen. Oké. Na, új szűrő kellett nekünk. De arra az időzítőt nem nyitotta újra. De most már nem akarunk megfulladni. Halkabban szuszong. Oké, de ha új szűrő, akkor nem kéne ezt újra cserélni? Le. Ö. És leteteled magad. Nem. Ugyanúgy 5 percről indulsz, akkor ezek szerint a szűrők csak 5 percesek, és az első, ami sokat ér. Közben nézem, de nem látom, hogy bárhol-e, ahol egy kis loot. De a fegyver nem jobb, mint a miénk. Nem is engedi cserélni, úgyhogy valószínűleg nem. Oké. Kucs. Semmi. Erre fel. Hallom, más is mászkál itt. Még egy kis csomó, te itt jön valaki. Azt, hogy kint vannak, az annyira nem zavaró. Hogy bent vannak-e az? Ha valaki kint lövöldözik. Te persze sétáját a grafikán. Bottyos krumpli. Mondjuk úgy, hogy a parafaktort adja magát, mikor egy ilyen ocsmányság a pofádba megjelenik azonnal, és egész látványosan tök más textúrájuk van, mint a föld alatt élő társaiknak, mert kevésbé csontosak, mármint soványak, illetve zsírosabbnak tűnik a bőrük, meg jó pár ször van rajtuk, nem annyira zombiszerű patkányok, mint a föld alatt lévők. Aztán az is lehet, hogy tök más baj. Mentés. És amúgy ment is a játék. Éle. Ámítógép. Egy ilyen ámítógépen már elfut egyébként ez a játék, szóval... Na, nagyon nincs izéje. Képigénye ilyen tére. Jó, nem ennyire ultrára fölhúzott grafikán, meg Full HD-n, de abban az időben nem is a Full HD volt a divat. Az is csoroly lekezeli normálisan a 16-9-es arányokat, meg a társait, mert abban az időben még a 4-3-as arányok voltak a menők. Pedig ott van kint valaki, nem is egy valaki. Jó, közben azt nézem, hogy újra meg akarunk fulladni. Jó, akkor ez nagyon gyorsan cserél vissza. Ja. Értékkel nem vegyél, viszont vedd le és vedd föl, úgy
De nem rezeteli le magát, hát most cseréltem szűrőt, az Isten áldjon meg, miért nem rezeteled ki az órát? Ja, talán kirezeteltem, mert most megint 5 percem volna, előbb már csak 1-2 percet mutatott. Hangok alapján azt imádom, amikor valaki esetleg mögülünk támad, mert oda spawnol be, kukucs, gyorsan megjelent a liftnek a kovója. Ezt néztük alulról szerintem, nem feltétlen hiszem, hogy akarok bele mászni. Ott van még egy említógép. Kukucs. Oké. Ja, az ott egy fagyott ruha lengedelik bal szélen. Kukucs. Mindent is körbenézünk. Na, hát full integrált gép. PS2 csatival. Kukucs. De azt itt a játszótér. Szerintem mi arra megyünk. Kiártyom. Alatta bármi, semmi. Hát egy csomó loot lehetőséget hagynak ki. Ezt arrább lökjük, miért is ne. Ilyen a fizika. Oké. A mapot megnézve arra akar vinni. Akarom én ezt. Kábástya. Buszkulj meg, kérlek. Ott is jön egy. Oké, ott is jön egy. Pusztulj meg, te is pusztulj meg. Reload gyorsan, nem jó, túl közel vagy. Mondom, pusztulj meg. Nem én, ő pusztuljon meg, élettörtés. Pusztulj, úgy. Na még valaki? Senki többet harmadszor. Oké. Ebbe a sarokba gyűlnek a bástyák, hogy állunk idővel. Még van, akkor ne szuszogjál ennyire. Reload. Ahogy, kukucs, nem kukucs, de kukucs, erre van a vaser, akkor azt mondja, hogy erre ne menjünk. Oké. Ahogy a szép vagy, ott repked a bástya. És meg elbújni se tudunk hova, az a árnyékot tenszeled erre. Itt se nem, de van loot, add csak ide. Még 2 pénzes történy. Oké. Kuka. És lőszer. De begondolom. Ki a bástya? Hát szerintem akkor itt sírni fogunk. Tudásan nézel ki, előkaptuk a kiskésünket. Mondom, ezzel is jegylezve a játék által, hogy amúgy használhatsz kést. Oké. Pusztulykákok. Jó, kicserélő magától is a tomót, de nem cseréli tüzét. Még egy kis lőszer. Lehetne ártana sietnünk egyébként. A repkedő bástya. Itt bent valami. Ó, egy csomó lőszer meg. Azt még nem tudom felvenni vagy kicserélni. Hm.
bukákba bárni. Hát nem nyitható. Esetben megint behalódunk, megállíthatja a halált. Oké. Mondtam én, hogy erre fele kell jönni, jól láttam, hogy adja magát, hogy mindenhonnan ide látunk erre a térre. Oké. Na, emlékek. Na, de szép zöld lett minden. Hát igen, ez egy kicsit barátságosabb így. Nyilván rájuk megy a kérdés. Ott egy bástya. Nem is jelzi, kiszalad ő. Érthetetlen, de ő már nem. Te nem akarsz meghalni? Akkor segítek rajtad. Pusztulj már meg, hát... Mi vagy? Te? Késálló vagy? Ne szórakozz velem. Senki többet harmadszor? Mennyink maradt? Négy? Fogsz itt szórakozni velem. Bárki más? Árti, amit behalúzza az életet, hogy virágzik a múlt, aztán tudásan megöli magát. Na, haladjál már. Jó, most reloadolj. Közben reloadolva vagyunk, nagyon nice. Látsz itt béka. Igen, megint mit halódunk be. Még egy kis lőszer, meg még egy kis tűrő. Itt egy szarabul látunk ebbe a vacakba, hogy beszuszogja. No, szűrőt cserélt. Pusztuljál meg fele. Úgy, te is. Jó, hagyjatok béke. Pusztuljkák. Na. Pusztuljál meg fele. Ahogy. Megsérült a gázmaszkunk, csak szólok. Nem vesz fel újra? Nem veszi fel. Ez így lehet, hogy nem lesz jó. Gyerünk! Megfulladtunk. Jó, akkor erre figyelni kell, hogy ne törjön be a tűrő. Igen, hol vagyunk? Erre be. Jó. A bástyánál van tűrő. Ott voltak kint, úgyhogy... Gyertek csak, vagy akkor spawnolhatsz a hülyét, ott meglövöm? Nem, te besunyoltok így, anélkül is. Nem. Nem. Pusztulj! Pusztuljál meg, hogy szétbaszod a szűrőt már megint. Jó, bárki más, töltse életet. Hol van a bástya? Nem itt. Elgondolom, rohadt gyorsan le kéne cserélnünk a szűrőt. De rajta van. Én nem lehet elvenni a dövét.
Ja, erről akkor ennyit. Jó, akkor itt egy kicsit vagányabban kell gyilkolnunk, mert... Meg így a minden. Na, gyertek, mert... Úgy. Ezt le tudom venni? Nem? Kokocs. Nem tudjátok, hogy itt vagyok. Mi? Most fogjátok tudni, hogy itt vagyok. Kokocs. De nem látom, honnan jönnek. Elkezdenek ezerre gyilkolni. Ott van. Rálövök. Itt is van az első. Reload. Itt a másik. Harmadik. Negyedik. Ötödik. Még nem törtünk be teljesen. Valaki még lesz. Gondolom. Reloadom van. Oké, merre megyünk? Erre ki? Erre megyünk. Jó, gondolom nem lefele. Cseréljek a szűrőt. Nem akkor erre. Erre megyünk. Ott egy bástya. Lemegyünk. 40. Hova tűnt a repkedő bástya? Egy. Arra fele akar vinni. Igen, arra csere. Gyorsan cserélt ki fele az újra. Úgy, kevésbé törött. Most már újra levegőt kapunk. Erre tovább. Ben nem látok lootot, ami nem azt jelenti, hogy nincs. Mint mondtam. Oké, arra. Erre tovább. Appa repkedő bástya. Te a bástya. Ha meg akarsz makkanni, vagy nem akarsz megmakkanni. Jössz, nem jössz, mit csinálsz? Mennyit lövök már belé, egyé hatba. Tudásom nézel ki, bástya, mennyi kell beléd? De hogy te itt alul át tudsz jönni? És már nincs lőszerem. Na jó, akkor menjünk tovább. Erre megyünk. Gázmaszk. Lőszer. Ezzel nyitogatjuk. Jó. Arra kéne tovább jutni.
még egy kis lőszer. Te a hullát megeheted, azt megengedem. Jobbra. Itt hagyott. Erre akkor, hanem erre. Jobbra kéne mennem, ne! Kicsit van. Itt meg nem jóság van. Erre? Jó, adja el ajándékot. Cserélj szűrőt, mert látom, hogy meg akarsz fordokolni. Meddig lőhetem amúgy a bástyát? De ha valamikor, vagy csak úgy random létezik, főleg, hogy nincs lőszerem. Pillanat. Na. Hova megyünk? Azt mondja, hogy erre megyünk, de ide nem tudok bemenni, úgyhogy... Erre megyünk? Oda föl megyünk? Arra. Majdnem. Erre jött a bástya közbe. Na, itt vagy nem vagy itt? Nem vagy itt, jól van. Majd gondolom erre. Akkor oda be. Úgy. Igen, itt valami nagyon nem nice. Sugárzás. Hogy nem arra. Töltsél akkor életet, ne haldokoljál. Így is elég irritáló a szogásod. Mit nem veszek észre? Azon kívül, hogy itt a bástya. Ide ha akarnád, se tudnak bemenni, mert el van zárva. Valahogy oda föntre kéne jut. Igen. Itt le lent sem enged. Van sugárzás. Ürőcsere. Csenged följebb. Valószínűleg nem ennyire bonyolult. Csak én spilázom túl, főleg, hogy itt a bástya. Csak úgy nem. Ez szerintem itt egy nem normális útvonal, hogy ide így átugrok. Igen, oda fel. Bármi, akármi. Ide nem ugrik fel. Meg nem látok másik útvonalat arra, ami nekem jó lenne. Sugárzás mellett. Ebből a gombával kéne valamit kezdeni, azt lepusztítani. Hát ebben még van lőszerem, de szerintem csak megkarcolja. Talán a soti. Vagy lehet, hogy őt nem lehet megölni. Gyere, bástya! Oda feküdjél le! Kettő, á? Szerintem őt nem lehet megölni. Jó, ja, akkor nem erre, az a lényeg. Hanem akkor másik irányba. Talán erre?
Főleg, ha látnánk bármit, mert nem látunk. Ez itt csak keresztül sétál. Hát nem csinál semmit. Na, reloadolja. Látsa a fegyvert. Hopp. Akkor jobb gomb. Juss el poliszba, a bejárat a száraz állomásra, többet kell mennem, találkozhassuk Bourbonnál. Hát itt van egy felirat, hogy Dry. Szia bástya, csodásan nézel ki. Meghalt. El se hiszem. Pusztulika. Szóval itt láttam egy feliratot, hogy Dry. Arra. Na, engedj már ki, hát beragadunk a semmibe. Ott egy nyíl, Dry, arra. Ha ide kellett volna mindvégig bejönnöm, azt itt szerencsétlenkedek, hogy innen jöttem ki. Itt egy botlóakna kapásból. Hát begyűjtöttük, de ez már nem fog bántani. Igen, oda elmegy arra fele. Ezt nem tudjuk hatástalanítani. De jó lenne, ha mondjuk az irányítást adnád meg, és nem a haldoklásodat hallgatnánk folyamatosan. Igen, ez itt egy kicsit zajos volt, azt add ide. Valaki itt lövöldözik. Ide jöttünk szerintem. Igen. Fogd patkolt. Igen. Sok számítógép. Nyilak arrafele. Ajtót nem csukunk magunk után. És ha itt levesszük a gázmaszkot, ugyanúgy megfulladunk. Nincs több... Vedd már föl! Vörös, elvittem a nehéz felszerelést magam, és elindultam a kijelentésről éjszakra. Hatalmas gondjék vannak a régi barátainkkal. Ha nem térek vissza pár nap, amit gyűjtsd össze az embereket, és szólj a dezvetesnek. Sok szerencsét. Na. Mindent tárazzunk be. Ezt nem tudom elvenni, ezt a gázmaszkot. Zene? Nem. Nagyon csecse. Ki az a vörös? Ezekből se kapunk. Errefele se látok kifele utat. Akkor lehet, hogy lefele kell mennünk mégiscsak. Igen, itt a csapda. Nem tudunk hatástalanítani, úgyhogy ajánlott átugrani. Ó, erre le. Na, meg is vagyunk, Nice, így zárásnak. Halott város. Bármi duma? Semmi. Ott a küldetések változtak. Ha egy bejártat a száraz állomásra, körbe kell mennem, hogy találkozhassuk körben el a halott a hotel mögött. Oké. Okay. Bejöttünk itt, gondolom akkor. Mindent is elcsortunk. Van már lőszerünk valamennyi, nem sok, de van. Igen. Itt van, kicsit vizes a helyiség, de ezzel ne foglalkozzunk.
Oké, itt lent bármi. Bástya. Akkor gondolom arra kell tovább menni, de... Jó lenne kapkodnunk egy kicsit. Nézzük körbe erre is. Na itt egy bástya. Tűrőjét már nem tudjuk elrakni, de... Pénzünk rengeteg lesz. Akkor már mindjárt 200 van amúgy. Itt is van egy csomó lőszer még amúgy. Hogy... Oké, errefele. Oké. Ez itt. Fölmegy oda, nekem meg arra fele kéne menni. Akkor gondolom erre. Egy kis van a jó képességű. Senki ne gyűjt, de halálra nem is örülök, hogy visszajöttél, azt hiszem már oda vesztél. Jó pofa vagy. Молодца, отлично сработано. Почти, почти пришли. Майном, вот пойдем к одетлену двор вам и хатра. Варафеля барти. Эй, баштя. Tűrőket már megint nem veszünk föl, de nem tudom, hogy ez bug-e vagy. Amúgy. Jó. Tápoljunk fényt magunknak. Igen. Ennyi bőrben haladjunk. Állj, ott van még egy dög. Igen, mentett a játék. Igen, te átlopakodsz ide, az meg ott jön. Rá bástya. Kér sotit? Nem kér, okos. Mozogjunk. De akkor ne sétáljál, haladjunk, mert mindjárt megfullunk. Hallod őket? Vonuljunk vissza egy kicsit. De hova? Egy udvar van már, csak azt mondtad. Na, itt jönnek. Na, lelősz mindenkit, vagy nem? Egy szépen meggyújtva kilőjük őt. Úgy. Ne egyél a sárga hóból, ha-ha-ha. Na, valamit csinálsz, vagy csak úgy végtelenségig lősz, és akkor engem támad inkább. Jó, te is pusztulj. Van egy AK-d, de minek? Mögötted amúgy csak szólok. Nekem meg nincs lőszerem, szóval örülnék, ha elkezdenéd magad aktivizálni és megölnéd őket. Ne rám kelljen várnunk, mert akkor én késedek inkább. Pusztulj már meg, hát meddig öllek? Te is pusztulj. Jó, ne engem lőjél. Igen. Hát követnélek, hogyha lenne értelme. Ó, vagy. Fönt vagyunk, igen, te is gyere. Leestünk. Nagyon csecse. Harmadik fejezet, Kán. Amint leereszkedtünk a mélybe, világosra vált, hogy a városom egy idegen és veszélyes helyé vált. Biztonságban éreztem magam itt a metróban, miután a Bourbon bejelentette, hogy barátaim vannak a szárad állomáson. Vagy barátaim vannak. Na, hát eléggé haladunk előre.
Figyelj ide, jól a banditák irányítéket találom, más halkan kell mozognunk körülnézni, nem látjuk a barátaimat, eltűnünk innen. Engem patkányt, hogy te gyorsult. És nem tudom levenni a maszkot. Emlékszem arra a rácsra, hadd próbáljam meg. Ez itt animáció amúgy. Isten, nem férek át, rendben, te csak maradj ott, ahol vagy. Nem, már levette a gázmaszkot. Első, meg vagyunk. Állj, ki vagy te, hé, világítsd ide. No, no, csak itt látom, szemén bőrben a ház aló. Опачки, кто к нам пожаловал? Да это же наш челнок Бурбон. Nice. És csak kibeszél, vigyétek a főnököt, hogy megbeszélni valóban vele. Főnök, természetesen, akkor irány a főnök, hova szeretnél még menni? Mi? Szerintem megcsapták. Ha? Ezt te visszacsapkodj. Rendben, elég lesz, különben nekünk kell vonzolnunk őt. Mozgás, ezt majd később befejezzük. Mozgás. Fején a két keze. Ellenőrizz, hogy nem hagyott itt semmit, nem látom a cuccait sem erre. Azt mondja, já. Karakterünk kinyúl, azt elcsorja a táskát. Itt nem tudunk megirányítani, nincs itt semmi más, csak patkányok. Rendben, akkor induljunk. Oké, kaptunk irányítást. Levehetjük a gázmasztot végre. És mivel mentett a játék, ezzel itt ugyebár a checkpointot elértük, hogy ez a részed most ennyi. Így is hosszúra sikerült. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki végignézte, és találkozunk legközelebb. Addig is, sziasztok!